Fertőtlenítik az egyik dombóvári buszmegállót. A munkát a helyi Viharmadár Egyesület tagjai önkéntesen végzik. A fertőtlenítőt és a védőfelszerelésüket pedig az önkormányzat biztosítja. Az önkénteseknek a Szekszárdi Szakképzési Centrum pedig 3D-s nyomtatással készült arcpajzsokat ajánlott fel. És az elmúlt két hétben sajnos problémát okozott a buszvárok fertőtlenítése kapcsán az egyéni védőfelszerelés. Ebben az az új termék, amivel a héten állt elő a megyei szakképzési centrum, ez a pajzs, ez nagy mértékben megkönnyíti a feladatunkat, hiszen azt gondolom, hogy a védőrán túlmenően most már megfelelő eszközt tudunk adni azoknak az embereknek is, akik önkéntes munkában a buszmegállók fertőtlenítését hétről hétre szombat éjszakán elvégzik. 3 géppel egyszerre összesen 4 darab arcmaszk fejpánt készül a Szekszárdi Szakképzési Centrum Tamási Vályi Péter szakképzőiskolájában. Az intézmény az oktatási eszközei felhasználásával segíti a koronavírus elleni védekezést. Korszerű 3D-s nyomtatási technológiával és lézervágó berendezések segítségével plexiből készítik az arcvédő pajzsokat a centrum összesen 5 iskolájában. A Szekszárdi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotóműhelyében eddig 100-nál is több pajzsot gyártottak le, és becsléseik szerint 400 darab legyártásához szükséges anyaguk van. Ennek az arcvédő pajzsnak ugye óriási jelentősége van jelen pillanatban. Elsődlegesen az egészségügy felé szeretnénk mindezt felajánlani. Itt a megyei kórházakban, elsődlegesen a Szekszárdi Balassa János Kórház részére. Velük erről már elindultak az egyeztetések, ők folyamatosan figyelemmel kísérik a technológiát. Egyeztetjük a prototípusokat, hogy milyen módon készüljünk, hogyan haladjunk vele, hogy az az egészségügy számára maximálisan megfelelő legyen. Ebben a projektben elsősorban az iskolák műszaki tanárai, a digitális alkotóműhelyek oktatói és informatika tanárok vesznek részt. Egy pajzs nyomtatása és összeállítása több, akár 2,5 órás folyamat is lehet. Az elkészült arcvédő pajzsokat elsősorban egészségügyi intézményekhez juttatják el.